Akkor nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy ezen az eseményen ismét találkozunk, és számot adhatunk igazgató úrral arról, hogy mi is történt a Földet a Gazdáknak program keretében. Talán ezt önök is látják, hogy folyamatosan hirdetjük az eredményeket, minden olyan pályázat elbírálásra fog kerülni, ami még beragadt, ha szabad ezt így mondanom. Az január végéig, február legelejéig le fogjuk zárni a Földet a Gazdáknak programot. Mind a 250 ezer hektárnak meg lesz a jogos földhasználója, akikkel a szerződéseket meg is fogjuk kötni. A Földet a Gazdáknak programról sokat beszéltem már, egyedülálló programról beszélünk, 250 ezer hektár térmértékben még eddig egyetlen egy kormány sem hirdetett meg ilyen programot, úgy meg pláne nem hirdetett meg, hogy kizárt mindenkit, aki messziről érkezett volna, csak és kizárólag a helyben lakó gazdák juthatnak földhöz, csak és kizárólag a helyben lakó gazdák kapnak ebből a 250 ezer hektárból. Bizonyos esetekben az állattartási feltételek, pontosabban nem is bizonyos esetekben, minden esetben az állattartás az feltételként van meghatározva ezeknél a birtokoknál, a használat vonatkozásában. Nagyjából 25 hektár, 30 hektár körül vagyunk szántóföld esetében, és 60 hektár körül legelők esetében, ami jól mutatja, vagy azt is mondhatnám, hogy igazolja a kormánynak az állításait, hogy itt nem nagy üzemek nyernek, meg nem nagy üzemi gazdálkodás modellben nyernek. Előfordul természetesen néhány ilyen nyertes is, ahol már nem volt más, vagy ők írták a legjobb pályázatot, de a nyertesek több mint 80%-a természetes személy, és hát örömmel jelentem, hogy a Körösmaros Nemzeti Parknál meghirdetett területek vonatkozásában is a természetes személyek aránya 96%, tehát az elnyert birtoktestek 96%-án természetes személyek nyertek. Úgyhogy mindenki, aki cégekről és céghálókról beszél, az hazudik a Földet a Gazdáknak programban. A jogi személyek reményeim szerint a 20%-ot sem fogják elérni a nyertesek között, de valahol olyan 20% körül lesz. A természetes személyek nyerik a földeknek a 80%-át, és nem csak darabszámra mondom ezt a meghirdetett birtoktestekre, hanem a hektár, tehát a terület vonatkozásában is igazak ezek az állítások. A Körösmaros Nemzeti Parknál a meghirdetett majdnem 10 000 hektárból 8600 hektáron természetes személyek nyertek. Tehát mindenkinek szeretném eloszlatni a képeit, akik különféle cégeket vagy céghálókkal rémizgetik a közvéleményt. Külön öröm számomra ennél a Nemzeti Parknál is, mert hogy más nemzeti parkoknál is nagyon komoly eredménnyel pályáznak a fiatal gazdák. Itt minden második érvényesen pályázó fiatal gazda nyert földterületet a Körösmaros Nemzeti Parktól. Egészen pontosan 2650 hektár vonatkozásában. Ezt kérem, vessék össze azzal, hogy milyen híreket hallanak egy-egy nyertesekről, hogy nem tudom én, 100 hektárt nyert, 200 hektárt nyert, és ez micsoda felháborító dolog. Hát ezzel párhuzamban szíveskedjenek állítani, hogy csak ennél a Nemzeti Parknál, csak ebben a pályázati körben, mert ugye itt is ez már a második pályázati kör, több mint 2600 hektáron nyertek fiatal gazdák, szám szerint 51 fő. Tehát azért egy nagyon komoly előrelépés látható. 2010-ben a 600 ezer hektár állami termőföldet 600-an használták, és most ennek a programnak a keretében a 250 ezer hektárra több mint 6 ezer szerződött partnere lesz az államnak, tehát fele akkora területen meg tízszereztük az állami földet használóknak a számát, ami véleményem szerint egyértelműen mutatja a kormány családi gazdaságok iránti elkötelezettségét, amit egyébként deklaráltan vállalt is. A kormány azt mondja, a szükség van nagy üzemekre, szükség van a jól működő nagyüzemi gazdálkodásra, de a jelenlegi 50%-os arányról, ami az agrárgazdaságban betöltött szerepüket per pillanat jelenti, a jövőben ezt 20%-ra szeretnénk leszorítani, és a családi gazdaságokat kívánja a kormány minden esetben előtérbe helyezni.
egészen pontosan fogalmazva 80%-ra szeretnénk feltornászni a családi gazdaságok jelenlétét a magyar agráriumban. Ennek a munkának az egyik eleme a Földet a gazdáknak program, és nagyon sok más eleme van, amit ebben a ciklusban elvégeztünk. Azt gondolom, hogy az irány jó, egyértelműen mutatja, hogy mik a célok, és milyen irányban kíván haladni a kormány, és ez összhangban van a vidéken élő embereknek a szándékával, ez összhangban van az agrárgazdasági realitással. Ez is eredménye annak, hogy ebben a 4 évben kifejezetten jól teljesített az agrárium. Ebben a 4 évben olyan eredmények születtek, amelyek korábban sohasem születhettek meg. A Körösmaros Nemzeti Park vonatkozásairól vagy további részleteiről igazgató úr fog majd önöknek beszámolni. Én minden esetre szeretném azt arra felhívni a figyelmüket, hogy a Hortobágyi Nemzeti Parknál is lezárultak a pályázati bírálati szakasza, meghirdetésre kerültek a nyertesek. A Nemzeti Földalapnál is folyamatosan eredményeket hirdetünk. Hortobágynál például csak most ebben a pályázati körben közel 50 ezer hektárra hirdettünk eredményt, és a Nemzeti Földalapnál is folyamatosan több 10 000 hektárban kerülnek föl pályázati eredmények a honlapokra. És emellett úgy látom, hogy a gazdák elfogadták ezeket a döntéseket, a gazdák örülnek ezeknek a döntéseknek, legalábbis akik nyernek, nyilván itt 4-5-szörös túljelentkezésről beszélünk minden egyes birtoktestre, tehát elég nehéz lenne azt megoldani, bár nyilván ez lenne a legszerencsésebb, de azt nehéz megoldani, hogy mindenki nyerjen. Vesztesek ennek a pályázatnak is mindig lesznek, de összességében a magyar agrárium és a családi gazdaságok, a fiatal gazdákkal kiegészülve ők az első számú nyertesei ennek a programnak. Amit, ahogy jeleztem is, a sajtótájékoztatónk elején februárban le fogunk zárni végérvényesen. És most megkérném igazgató urat, hogy néhány statisztikai adattal, számmal még mutassa be nekünk azt a munkát, amit a Nemzeti Park elvégzett ebben a pályázati bírálati szakaszban. Köszönöm szépen, és utána természetesen állok kérdéssel rendelkezésre. Tisztelettel köszöntöm én is a sajtó képviselőit. A Körösmaros Nemzeti Parkról annyit szeretnék elmondani, hogy hazánk 7. nemzeti parkjáként 1997-ben alakult a Dél-Tiszántúlon, a román-magyar államhatár mellett. Több olyan növényfajunk van, például a volgamenti hérics, vagy a kónyazsály, ami csak a mi nemzeti parkunkban található meg, és Magyarország legerősebb túzok állománya is a mi nemzeti parkunk ad otthon. Ennek a nemzeti parkhoz kapcsolódó egyes területeket érintette maga a tavaly ősszel kiírt pályázati ciklus. Összesen 9514 hektár védett ingatlan került kihirdetésre. Ez 3 megyét érintett. Csongrád megye keleti részén, Békés megyébe és Jász-Nagykun Szolnok megyébe első területekről kell szót ejtenünk. Itt összesen a területeknél 268 darab birtoktest került kihirdetésre, tehát az előbbi terület ennyire oszlott meg. Ez azt jelenti, hogy egy meghirdetett birtoktest 35 hektár, 35-36 hektáros nagyságrendet ölelt föl. A kiírt pályázatokra 1026 pályázat érkezett be összesen, amelyeknek a elbírálását követően ez a 265 darab pályázat lett eredményes, és ez maga az a végeredmény, amit az előbb államtitkár úr is említett. Ezek a pályázatokhoz hozzá kell még azt tenni, hogy ezek 10 évre szóló haszonbérleti szerződéseket akarnak, és mint ahogy az előbb államtitkár is említette, általánosságban és magarányban a természetes személyek a nyertesei ennek a pályázatnak.